Jó estét kívánok! Az illetmény alapot biztosító mindenkori minimálbér emelkedése miatt a pedagógusok bére átlagosan 8-9 ezer forinttal emelkedik januártól. Az eddigi 98 ezer forintra ugyanis 101.500 forintra emelkedett a minimálbér összege, amely a közalkalmazotti bértábla illetmény alapját is biztosítja. Mindezekről ma tartott sajtótájékoztatót a köznevelésért felelős államtitkár. Az este vendége Hoffmann Rózsa. Köszönöm államtitkár azt, hogy elfogadta megkívásunkat. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Elmondtuk nagyjából a számokat. A pedagógus életpálya modellel együtt ez a minimál béremelkedés, ez ebben az évben milyen változást fog hozni a pedagógusok bérében? Olyan változást, ami előre látható volt, hiszen mindezt a törvényben rögzítettük, és a nyáron módosított törvény és kormányrendelet a részleteket is meghatározta. Itt egy olyan folyamatot kell látni, amely elindult 2011. decemberében a törvényalkotással, akkor megígértük a béremelést, ennek jól lehet csak a 60%-a valósult meg még szeptember 1-én, de minden más eleme megvalósult, illetve a kormány garanciát vállalt arra, hogy 2017-ig négy lépésben még a hiányzó 40%-ot is pótolja. Ugyancsak a törvény rögzíti, bocsásson meg, azt, hogy egyedülálló módon a pedagógus bértáblának a számítási alapja, azaz az illetmény alap, az a mindenkori minimálbér, így módon a pedagógus bértábla magában hordja az értékállóságnak a garanciáját, nem fog devalválódni, illetve inflálódni, mint ahogy a korábbi béremelések esetében ez történt. A 2017-ig tartó szakaszt említette ön, 2014-ben erre arányosan jut majd fejlesztés a béremelésben. Természetesen, mint mondtam, jogszabályban rögzítettük a béremelésnek a tényét, a mértékét, és a költségvetésben elkülönített összeg erre elegendő fedezetet ad. És ez a nagyszerű benne, hogy a pedagógusok nem egy egyszeri, bár elég jelentős béremelést kaptak, hanem előre láthatóak a további lépések, így módon az az ígéretünk, hogy kiszámítható, átlátható lesz a pedagógus életpálya, hogy érdemes idejönni, mert előre kalkulálhatja minden tanító, tanár és óvodapedagógus, hogy mikor körülbelül milyen mértékben emelkedik a bére. Ez azért egy eléggé jó üzenet a pályán levőknek és a pályára készülőknek is. Nagy örömömre elég sok igazgatótól hallok, és hallottam olyan híreket, hogy növekszik a pálya iránt érdeklődők száma, a pályázatokra jelentkezőknek a száma, tehát a tanári pályának a presztízse növekvőben van. Nyugati összehasonlításban, mondjuk a magyar pedagógus életpályamodell által kitűzött célokat, hogyha figyelembe vesszük, akkor hogyan viszonyul mondjuk egy Nyugat-Európában dolgozó pedagógus bérhez egy magyar pedagógus bére? Hát ezt most pontosan nem tudom megmondani, főleg, hogy úgy kérdezi, hogy 4 év múlva, hogyha elérjük a plafont. Egy biztos, hogy amikor elkezdtük a béremelési politikát és a törvénybe iktattuk, és hát lényegében még az ellenzők ellenére is keresztül vittük, hogy ez megvalósulja, mert csodálatos módon még ennek is voltak ellenzői a pedagógusok részéről is, akkor az európai ranglistának az utolsó, illetve utolsó előtti helyén voltunk, vásárló erejét tekintve is, és minden egyéb számítással. Most elértük a magyar átlagbért ezzel a pedagógus béremeléssel. Én azt hiszem, hogy 4 év múlva sem fogjuk elérni a luxemburgi pedagógus béreket, ott igen magasak, és bizonyára lesznek országok, amelyeknek a GDP-je egyáltalán a pénzügyi helyzete azért erősebb lesz, mint magyarországi, de nem kell szégyenkeznünk, remélhetőleg fölzárkózunk a középmezőnybe. Továbbá nem lehet megmondani, hogy a többi országban hogy fognak alakulni a bérek, ezért erre nem tudok pontosabb választ adni. Tankönyv kiadással kapcsolatban a legfontosabb kritikák azt mutatják, egyfelől a szakszervezet, a pedagógus szakszervezetnek volt egy észrevétele, mely szerint alapvetően az kifogásolható, hogy csökken a pedagógusok módszertani lehetősége. Nem ideológiai kritika, inkább szakmai kritikát fogalmaztak meg. Azt mondják, hogy azért nem érzik eléggé indokoltnak
a központilag irányítottam könyvkiadást és az egyen tananyagot, mert csak a kiskorúak, tehát az általános iskolát kezdők számára az olvasás tanításban legalább hatféle elfogadott módszer van, és nem mindenkire alkalmazható ugyanaz. Lehet, hogy az általános iskolások olvasás tanítására az igaz, és a hatféle módszer közül van legalább kettő, ha nem több, amelyik nagyon ártalmas, és a magyar nyelvnek nem felel meg. Nekünk az is a célunk, hogy olyan tankönyvek kerüljenek forgalomba, amelyek a gyerekek tanulását segítik, de ha túl vagyunk az olvasás tanuláson, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy egy tankönyv az nem abszolút elkötelezett egy módszerhez, mondjuk módszernek, mondjuk egy történelem tankönyv persze tartalmazhat bővebb vagy kevesebb forrás, de a segédanyagok is tartalmazhatnak. A tankönyv az alapvetően a gyerekek otthoni tanulását segíti, és az a célja, az a funkciója régóta, hogy azt az ismeretanyagot és azokat a képességfejlesztő célokat, amelyeket a tanterv meghatároz, amely most már kötelező előírás, a kerettanterv, azt közvetítse. Na most ez eddig nem volt, és ez eredménye az, hogy idézőjelben százféle tankönyvből lehetett választani, mert ha nem volt kötelező tananyag, csak kompetenciafejlesztést, azt nagyon sokféle tartalommal meg lehetett közelíteni. Azt fenntartja egyébként a korrekció most lehetőségét e tekintetben is, mert erről korábban is beszélt, hogy itt nekifutásból alakít át a kormányzat egy hatalmas területet, igen, a korrekció jogát és lehetőségét fenntartva. Egyelőre nem látom szükségesnek, hogy mindaddig, ami központi tartalmi szabályozás van, hogy kettőnél több tankönyv legyen, ami nem kettő, hangsúlyozom, hanem akár 10 is lehet, mert a kettő az keret tantervenkénti 2 tankönyvet jelent. Tehát, hogyha alternatív iskolákra, és itt a válaszom az előbbi olvasás tanulási módszerre is, ha alternatív iskoláknak, pedagógiáknak jóváhagyott kerettantervük van, nekik is lehet 2 külön tankönyvük. Egy harmadik alternatív vagy eltérő kísérletiskolák megint csak lehet újabb. A 6-8 osztályos gimnáziumoknak lehet, a nemzetiségi iskoláknak lehet. Ad abszurdum, ez akár 10 féle is lehet, tehát így szól a törvény szövege pontosan, a tantárgyanként, évfolyamonként, és jóváhagyott kerettantervekként 2, de nem 20, meg nem 30, ami fölösleges, drágító, és nem kedvez a szakmai autonómiának, ugyanis, bocsássa meg, de ezt muszáj elmondanom, hogy szakmailag érvelni azzal, hogy ez a pedagógus szakmai autonómiát korlátozza, hát ez hozzá nem értésről tanúskodik, ugyanis a tankönyvek felhasználását módszertanilag a tanár számára semmi nem korlátozza. Ő olyan módszerrel használja a kezébe kapott tankönyvet, amit a tankönyv persze lehetővé tesz, és kiegészítheti, és digitális vagy képi anyaggal bővítheti, dúsíthatja, tehát a pedagógusnak óriási lehetőségek vannak így is a kezében, ez egy szűklátókörű szemlélet. A tárca kiadott egy körlevelet az iskola fenntartóknak a PISA jelentés megjelenése után, amelyben minőségi változásokat sürgetnek, és azt kérik, hogy dolgozzanak irányelveket, hogy az eredmények sokkal jobbak legyenek a következő felmérésre. Milyen irányelveket tart ön nélkülözhetetlenek? Van-e konkrét elképzelésük, vagy tegyenek javaslatot a maguk az iskola fenntartók? Hát nem a következő mérésre tűztük ki, hogy sokkal jobbak legyenek az eredmények, az ugyanis szakmailag lehetetlen. 15 éveseket méri a PISA, tehát az mindig a megelőző 10 évről mond valamilyen véleményt, azt 3 év alatt teljes mértékben megfordítani nem lehet, de lehet javítani és lehet rontani is. Én inkább abban hiszek, hogy a 6 évvel későbbi mérésben lesz és lehet látványos javulás. Nézze, az egyik szemem sírt, a másik nevetett, amikor a PISA jelentést olvastam. Sírt, mert nemzeti büszkeségemet természetesen rosszul érintette, hogy a magyarok a rangsor végén kullognak. Nevetett viszont azért, mert mindazokat az oktatáspolitikai központi intézkedéseket, amelyeket meghoztunk, azokat meg kellett hozni a PISA jelentést. Ez
PISA jelentés ezt igazolta, hiszen nemzetközileg pont ilyen lépéseket tettek a nagyvilágban, a tanfelügyelet bevezetését, a tartalmi szabályozásnak a szigorítását, és így tovább, tehát mi megtettük. Viszont elvárható az is, hogy minden egyes iskola a saját területén is vonja le a következtetést, azt kértük, hogy hozzanak intézkedési tervet, ők is gombolják újra a kabátot, nézzék meg, hogy mit lehet jobban csinálni, hatékonyabban, és ez a két dolog, ha összeér, abból azért a pedagógus életpályával együtt, amely a pedagógus minőségét javítja, ebből azért nagyon jó eredmények születhetnek. Államtitkár asszony, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Köszönöm a meghívást, minden jót kívánok, viszontlátásra.